Köszöntöm a Trió televízió nézőit, mai műsorunk tartalmából. Vámos Miklós járt Bükön a költészet napján. Kihirdették a meseíró, meseillusztráló, SMS versszövegíró szövegtárt készítő pályázat eredményeit. Ritmikus sportgimnasztikai verseny volt a Büki sportcsarnokban. Megyei gyermekszínjátszó fesztivál volt Bükön. Megzenésített verseket énekelt a Kávészünet együttes Bükön. Ez a mai kínálatunk. Kedves nézőink, tartsanak velünk! Vámos Miklós járt Bükön a költészet napján. Az est egyben az Olvasó szemüveg címmel a Művelődési Központban meghirdetett közönségtalálkozó sorozat első állomása volt. Már 3-4 évesen történeteket fabrikált, amit aztán mesélt boldog-boldogtalannak, ha akarták, ha nem. Az általános iskolában 6 évesen iskolaújságot jelentetett meg, 14 évesen már rendszeresen küldte írásait az akkori újságoknak. Már a 40 kötetet tudhat magáénak, amelyek közül a majdnem összes novellás kötetét hozta el a bükieknek. Ez egy válogatott novellás könyv voltak éppen, mondjuk azon novelláknak, amelyeket hosszú munkálkodásom során írtam, körülbelül a fele. És viccelni próbáltam a címmel, azért, mert még így is olyan vastag kötet ez, az a legvastagabb kötet az életműsorozatban, hogy gondoltam, akkor egy ilyen címmel oldódik talán ez a feszültség, hogy ez már szinte az összes, de természetesen ez túlzás, mert én mindig nagy kedvel írtam novellát. A novella a prózai írásnak valamiféleképpen a mostoha gyereke. Kiadók állítják, hogy az olvasók nem szeretik, ugye nem mindig ez derül ki. Például a majdnem összest is nagyon szépen vették, de azért tényleg a regényt jobban szeretik az emberek egy kicsit, ami igazságtalanság, mert ugye a mostani életformához a novella sokkal jobban illik. Tehát valaki elmegy busszal a munkahelyére, novellás kötetből elolvas egyet, és jól van, este elalvás előtt. Tehát ez a 21. századi életformához nagyon illik, és remélem, hogy még divatba fog jönni. Saját bevallása szerint ezzel a kötetével másodszor került a saját halálán túlra, mert a válogatott novellás kötet egy, az író halála utáni kitüntetés. Viszont vannak olyan novellái is, amik egyik válogatásban sem jelentek meg. Azok a novellák, amelyek nem kerültek bele a majdnem összesbe, három fontos csoportra oszthatók. Először is vannak páros novelláim, amelyek a Tiszta tűz című kötetben jelentek meg néhány éve, és azt úgy éreztem, hogy most nem érdemes megismételni, még kevés idő telt el. Aztán van egy teljes novellás kötet, ennek azt a címe, hogy Bár. Az olyan szoros szerkesztésű volt, hogy nem volt szívem szétszabdalni, már pedig nem fért volna be az egész. Így is olyan vastag ez a könyv, hogy szerintem már egy novella se férne bele. Úgyhogy az majd megjelenik egyszer csak, de majd lesz mellette más, tehát nem önmagában gondolom. És végezetül vannak olyan novellák, amelyeket valamilyen szempontból a bennem lakó kritikus kiszuperált. Egyik részét azért, mert nem érzem elég jónak. És aztán vannak olyan novellák, amelyeket angolul írtam, mert éppen Amerikában éltem. Próbáltam lefordítani, de nem, valahogy nem festenek azok jól. Szerintem nagyon meghatározó az, hogy milyen nyelven írja az ember. És szoktak magyar írók panaszkodni, hogy ők be vannak zárva a magyar nyelv börtönébe. Szerintem az egy elegáns érzés, hogy én nekem ez körülbelül egy másfél tucatnyi angolul írt szöveg. Ezek meg az angol nyelv börtönébe vannak bezárva, és akkor így végül összesen rendben vagyunk. A Majdnem összes című közönségtalálkozó is a novellákról, a könyvekről szólt, és még sok minden másról, hiszen Vámos Miklós nem csak egy író. Könyvet, forgatókönyveket, színdarabokat ír, dramaturg, kiadóigazgató, műsorvezető. Igaz, ma már visszavonult, és csak az írásnak szenteli életét, de nem volt ez mindig így. Biztos sokan emlékeznek a Lehetetlen című műsorára, amely 73 adást ért meg. Abban a műsorban is, és a pénteki estén is itt volt az a jellegzetes barna bőrtáska, amely elválaszthatatlan Vámos Miklóstól. Végre azt is megtudhattuk, hogy milyen kincseket rejt a táska. Ez úgy van, hogy aki nagyon sok mindennel foglalkozik, és hát rólam azért lehet tudni, hogy voltam a filmgyárban, aztán voltam sajtótudósító, aztán írtam színdarabot, filmet,
alapítottam egy könyvkiadót, azt jelentek a tévés ügyek. Most ugye utóbbi időkben hirtelen gitározni kezdtem egy Bornai Tibor nevű zenésszel, és akkor ahhoz ugye zenei tanulmányok is tartoznak. Na most ez mind, tehát tulajdonképpen az irodám van ebben a táskában, és azért viszem mindenhova, mert ha valaki késik, mondjuk, akivel megköztem, akkor valamit előveszek, nézegetem. Szóval jó érzés, hogy úgy nálam van. Például nem viccelek, most szolfést is tanulok, és van egy 15 oldalas ilyen szolfés tananyag, amit próbálok magam évetni. Tehát mondjuk, hány kereszt van a D-durban? Tehát ilyesmik. Egy megszívlelendő gondolattal zárta az olvasó találkozót Vámos Miklós. Minél többet olvasunk, annál több életet élünk át. A jó könyv láthatatlan kézként nyúl az ember felé, és szó szerint beszippantja. Ha egy könyv olvasása közben ezt nem érezzük, azt inkább tegyük félre, mert a könyvek száma végtelen, de az évek száma véges. Május 7-én ismét találkozhatnak Vámos Miklóssal, igaz nem személyesen, hanem az És Rómeó és Júlia című színdarabjával, melynek szereplői Nagy Kálózi Eszter és Rudolf Péter. Meseíró, meseillusztráló, SMS versíró és szövegtárgy készítő pályázat eredményhirdetése zajlott április 11-én a Magyar Költészet napján Bükön a zsúfolásig megtelt Művelődési Központ galériájában. Több kategóriában is kimagasló eredmények születtek. A pályaművek bírálatára dr. Fűszfa Balázs irodalomtörténészt kérték fel. Labirintussá alakult a Büki Művelődési Központ galériája. Egy olyan labirintussá, ahol elveszhetett bárki, aki szereti a tündéreket, törpéket, hercegnőket, királylányokat és még meg annyi kitalált mesehőst. Múlt pénteken, április 11-én a költészet napján nyílt kiállítás azokból a mesékből és illusztrációkból, amelyeket vállalkozókedvű gyerekek és felnőttek készítettek. Újra vissza kell térnem ahhoz a ponthoz, vagy amiről már többször is meséltem a tévé kamerája előtt, hogy milyen pályázat futott az intézményünkben, és talán arról is sokszor meséltem már, hogy ez a támopos Európai Uniós pályázatunknak a központi témája a mese volt. És készültünk mi az elmúlt év során a meseírásra, a meseillusztrálásra, SMS versírásra, és nem csak mi, hanem a gyerekeket is készítettük erre, különböző rendkívüli irodalomórán, vagy klubfoglalkozásokon, és igazából ezeknek a pályázatoknak az eredmény hirdetése és a kiállítása van ebben a galériában. Hosszas szervezőmunka eredménye az a rengeteg csodálatos rajz, szövegtárgy és mese, amelyre oly méltón büszke Hajzler Lászlóné. Nagyon sokan elővették meseíró, rajzolóényüket, hogy megmutathassák országvilágnak tehetségüket. Ugye 4 pályázatot indítottunk. Az egyik pályázat volt a Mesélj nekem, mesélek neked. Ez volt a meseíró pályázat. 29 mese érkezett, ebből 6 mesét írtak felnőttek, 3 mesét felső tagozatosok, és az összes többit pedig alsó tagozatosok. A pályázat elbírálását dr. Fűszfa Balázs egyetemi docens végezte, és az ő értékelése alapján osztottuk ki a díjakat, 11 alkotást díjaztunk. A varázsecset pályázatunk volt a meseillusztrálós pályázat, 117-en rajzoltak, illusztráltak, 163 rajz érkezett, na, ott nagy gondba voltunk, nem is osztottunk első-második helyezést vagy külön díjat, 43 alkotást díjaztunk. Nagyon nehezen tudtunk dönteni, nagyon ügyesek voltak a gyerekek, mindenki kapott szinte valami kis apróságot, ha más nem egy emléklapot. És ezen kívül volt majd 2 pályázatunk, az SMS versíró pályázat, nagyon színes és érdekes versek érkeztek, az első 3 helyezettet díjaztuk, a szövegtárgyra pedig 25 szövegtárgy érkezett, és ott is Fűszfa Balázs tanár úr értékelt, és elmondta nekem a telefonban, meg amit küldött értékelést, hogy ott nem tudott sajnos dönteni abba, hogy ki legyen a legjobb. 1-2 kiemelt alkotás volt, Pataki Andreának a Vízcsapja, Balog Anna Máriának a Vasmegye térképe, Markó Izabelláéknak volt a Fölföld dobott kő, vagy a Bükkzászló, tehát sorolni tudnám az egyre ötletesebb alkotásokat. Felsorolni is nehéz, hány díjazott volt ezen a péntek délutánon, a teljesség igénye nélkül említsünk meg néhányat.
Az SMS versíró pályázat első helyezettje Markó Izabella lett, a második helyezett Szabó Noémi, harmadik Böcskör Katalin tanárnő. A meseírók közül alsó tagozatban első lett Szabadkai Zsófia, második Kovács Dóra, harmadik Szélesi Zsanna, a felső tagozatban külön díjat kapott Balog Anna Mária és Markó Izabella. A felnőtteknél megosztva születtek díjak. Szigeti Ildikó bezsebelt mindent, mellette Petrovicsné Sümegi Krisztina, Marton Zsolt és Nagy László meséjét emelte ki a zsűri. Munka mellett tanulni, színjátszani, verset, mesét írni nem egyszerű dolog. Szigeti Ildikó tehetsége már kisgyermek korában megmutatkozott. Már általános iskolás koromban is foglalkoztatott a dolog, hogy valamit leírni, ami csoda. Mert számomra a mesék csodák, és aztán talán most ért meg az idő arra, hogy egy egész történetet úgy tudjak leírni, hogy az esetleg másnak is tetszen. Illetve hát már mondjuk felnőtt koromban többször írtam meséket, elsősorban barátaimnak, ilyen magánmeséket. Hát az egyik legfontosabb dolog szerintem általában az íráshoz az a lelki állapot, legalábbis az én esetemben. És azt kell, hogy mondjam, hogy nekem a három mese közül a Tündérlány szívlámpása a legkedvesebb. Ott például a szívlámpás motívum volt az, ami megragadott, jó ideje foglalkoztatott. Ezt egy nagyon kedves barátom említette egykor, és akkor én elköré kerestem egy történetet. És igazándiból, amikor ez megvolt, akkor az bejegyzése az egy pillanat alatt megtörtént. Hát mondjuk úgy értem, hogy azon már nem kellett sokat gondolkoznom. Amikor bennem összeállt a dolog, akkor azt csak simán leírtam. És hát a versek is ugyanígy szoktak születni, hogy amikor bennem összeáll, akkor nekem már csak le kell jegyeznem. Erre a pályázatra hármat jegyzett le Ildikó. Ezeket a meséket egyelőre csak a kiállításon olvashatják el az érdeklődők, de digitálisan is elérhetők lesznek. A mesék már most elolvashatók a könyvtárnak a honlapján, a letölthető dokumentumok között mind a 29 mese megtalálható. Készítünk egy projektkiadványt is, ami egy kétoldalú könyvként fog szolgálni. Az egyik oldalról indulva meg elolvashatják az érdeklődők, hogy milyen fejlesztések történtek a támópályázatunkon belül, milyen programokat valósítottunk meg, és ha megfordítják ezt a könyvet, onnantól pedig már mesekönyvé válik ez a kiadvány. A legjobb mesék kerülnek bele, a díjazott mesék, az első három helyezett és a külön díja, illetve a hozzájuk kiválasztott egy-egy illusztráció, amit a gyerekek készítettek. Körülbelül 32 oldalon biztos, hogy csak ezek a mesék és illusztrációk fognak majd megjelenni. A díjazott mesék főként a felnőtt mesékhez készültek nehezebben illusztrációk. Valószínű, hogy a gyerekek is úgy voltak, hogy azok a mesék, amik számukra könnyebben érthetőek, rövidebbek, sokkal jobban meg tudták rajzolni, el tudták képzelni azt a mesevilágot, hiszen a felnőttek meséje már jóval érettebb gondolkodást tükröz. Számukra nehezebben emészthető volt talán egy-egy mese, úgyhogy mivel egy-egy meséhez nem készült olyan túl sok illusztráció, egy-két-három, így hát korlátozott nekünk is az, hogy miből tudunk választani. Valószínű, hogy az adott mesénél majdnem minden rajz bele fog kerülni. Hangulatosan feldíszített tornacsarnok, sok-sok lufi, színes papírokba csomagolt virágok és izgatott, zokniban futkosó, kisztoknás lányok fogadták a látogatókat. Ritmikus gimnasztika minősítő versenyt rendeztek április 13-án a Büki sportcsarnokban. A U-Junior SC rendezésében került sor erre a megmérettetésre. Több mint 130 magyar és külföldi versenyző vett részt az eseményen. Több korosztály képviseltette magát. A kisebbeknél néhol még a kabala állat is gimnasztikázott, vagy a pálya széléről figyelte a kisgazdit. Beszélgetésünk alatt Szeli Judit, a U-Junior SC vezetője mellett figyelt az ő kabala állatuk. Juditnak jelenleg 75 tanítványa van, közülük 64-en vettek részt a vasárnapi versenyen. Hát a 2 éves kortól 18 éves korig voltak tegnap versenyzőink. És hogy voltak összecsoportosítva a szerepléskor? De összességében több kategóriában oszlik egy verseny, ez most egy rendhagyó verseny volt, ez nem volt kategóriákra, illetve korosztályokra bontva.
bátrabbak, illetve a rutinosabb gyerekek vállalták, hogy egyénileg is fellépnek. Itt az edzéseken önként lehetett jelentkezni, hogy ki szeretne egyénileg is indulni. A nagyobbak, illetve a kisebbek közül is vannak, akik már több versenyen voltak. Évek óta járunk a Bercik-Sára emlékversenyre, illetve több magyar és nemzetközi versenyre is. A versenykiírásban úgy van a meghatározás, hogy a kisebb korcsoportoknak mindig szabad gyakorlat van, ez ugye szer nélkül, és amikor már elvileg már kicsit rutinosabbak a gyerekek, akkor kapcsolódik be a szer, először a karika, aztán a labda, kötél, buzogány és a szalag. Fontosnak találom, hogy a kisebbek is elkezdjenek ismerkedni a kéziszerekkel. Ez nagyon jó koordinációs, illetve kombinációs készséget alapoz meg a gyerekeknek, ha később esetleg más sportákhoz pártolnának át oda is egy jó alapot ad. A kedvenc az a szalag, az a leglátványosabb, egyébként azzal az egyik legnehezebb dolgozni. Ez egy rendhagyó minősítő verseny volt, ugyanis mindenki kapott minősítést. 27 arany, 42 ezüst és 63 bronzérmet osztottak ki a lányoknak. Minden induló kapott egy érmet, egy oklevelet, egy ajándékcsomagot és egy hula hoop karikát. Főleg helyi vállalkozások, illetve cégek segítettek nekünk, illetve nagy mértékben segítettek a szülők. Nagyon remélem, hogy mindenki jól érezte magát. Próbáltunk úgy kialakítani mindenféle területet a versenyen, hogy kisebbek, nagyobbak is jól érezzék magukat. Ugye a verseny közvetlen közelében volt egy rajzkiállítás, ahol a gyerekek rajzoltak, és volt egy rajzolósarok, ahol a kisebbek még tegnap is odaültek rajzolgatni. Négy településen vannak edzések a kislányoknak. Bükön, Lövön, Ölbön és Sopron-Horpácson. Sopron-Horpácson 2000 óta tartok edzéseket, és van olyan tanítványom, aki már akkor elkezdte. Vannak olyan gyerekek, hogy csak néhány hete tartoznak a csapathoz, úgyhogy teljesen vegyes. Mi kell ahhoz, hogy valaki beiratkozzon hozzánk? Nincsenek feltételei. Sokan kérdezték, hogy kicsit duci a kislány, vagy bátortalanabb, vagy nincs előképzettsége. Itt semmi nem szükséges ahhoz, legyen kedve, és szívesen járjon, és mindenki szeretettel várjon. Judit kiskora óta ritmikus gimnasztikázik, kiváló eredménnyel szerepelt sok versenyen. 6 évesen kezdtem a ritmikus sportgimnasztikát, 8 éves korom óta versenyeztem 16 éves koromig. Körülbelül 30-szoros magyar bajnokként hagytam abba a sportágat, A kategóriás versenyzőként, többszörös válogatott kerettagként. Milyen terveid vannak a jövőre vonatkozólag? Bükön szeptember óta tartok edzéseket, és szeretném hosszú távon megalapozni itt ezt a sportágat. Ez most egy bemutatkozó rendezvényünk volt, remélem, hogy sok helyre eljut az információ, hogy itt van ilyen lehetőség, és egyre több tanítványom lesz itt is. Először adott helyet a Büki Művelődési Központ a megyei gyermekszínjátszó találkozónak. 4 csoport színjátszóinak előadását minősítette a zsűri. A 2 legjobb, a Celldömölki és a Csepregi csoport tovább jutott a területi döntőre. A Nemzeti Művelődési Intézet Vasmegyei Irodája a Magyar Drámapedagógiai Társasággal együttműködve rendezte meg a 23. Vörös Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó Vasmegyei bemutatóját. Idén először adott otthont a rendezvénynek Bükk. Gyermekek 6-tól 14 éves korig vehetnek részt ebben a mozgalomban, illetve ezen a rendezvényen, és ahogy én a megnyitón is említettem, hónapokig tartó folyamat része az a produkció, ami itt most zajlik. Tehát egy 20 percben, maximum 30 percben ők előadják azt, amikre nagyon régóta készülnek. És ez egy olyan kimagasló tevékenység, akár az iskolák, a felkészítő pedagógusok, a szülők, és hát maguk a diákszínjátszók, a gyerekszínjátszók részéről, aminek az eredménye a gálán majd megmutatkozik egyébként, amely nem csak örömöt ad a mindennapokban, és nem csak gondokat jelent a felkészülésben, hiszen azért memoriter van, szöveget kell rögzíteni, az előadó művészet kritériumainak meg kell felelni. Ők ezt mind megtanulják, és azt gondolom, hogy egy életre szóló gyakorlatot kapnak ebből, hogy mi is az a színjátszás, és hogy tudjuk ezt hasznosítani az életben, később egy munkavállalásnál, és mennyi előnyt jelent ez egyébként a későbbi pályaválasztásnál is. A találkozón 4 csoport vett részt. A szelestei színjátszók Arany János a Fülemüle című versét dolgozták fel. A Csehi Mindszenti Pöttyös hagyományőrző gyermekcsoport, a Malomnak nincsen köve mégis Lisztet jár címmel, a Kámi Malmok keletkezésének történetét állította színpadra. A Celldömölki Solt és Lajos Színház gyermekstúdiója Petkó Jenő Csiribiri komédiáit dolgozta fel.
Végül a Csepregi Színjátszók Gyerekszem című több író verseiből szerkesztett műsorát adták elő. Mind a négy csoport kért és kapott minősítést. A Magyar Drámapedagógiai Társaság által delegált zsűritől a Szelestei Színjátszók és a Pöttyös Hagyományőrző Gyermekcsoport műsora bronz, a Solti Színház gyermekstúdiója ezüst, a Csepregi Színjátszók előadása pedig aranyminősítést kapott. Mivel a gyerekszínjátszóknak elég kevés alkalmuk van szerepelni, ugye egy felnőtt társulatnál ez másképpen van, mert többé-kevésbé szervezik az előadásaikat, a gyerekeknél a sokkal nehezebb, főképpen az iskolai elfoglaltságaik véget, és innentől kezdve minden olyan színjátszó találkozó, minden olyan fesztivál, ahova meghívják őket, vagy ahova neveznek, az óriási nagy tapasztalatszerzést jelent a számukra, látnak más csoportokat, uram, bocsá, akár ugyanazt a produkciót, és nyilván rácsodálkodik a szemük, hogy hát ugyanarról van szó, ugyanaz a címe, ugyanaz a szerzője, és valami egészen mást hoztak ki belőle. Ez nagyon-nagyon sokat jelent, és innentől kezdve ezeket a tapasztalatokat már be lehet majd applikálni az otthoni munkába, az otthoni tréningek során, mert hát nyilván ezek a gyerekek nem úgy állnak neki egy-egy produkciónak, mint a hivatásos színházak, ahol megvan az olvasópróba, felolvassák a darabot, a színész megkapja a szerepét, hanem nagyon-nagyon sokat játszanak, és gyakorlatilag ezek a játékok azok, amelyek rávezetik őket majd a szerepre. Tehát nem komplett darabot kapnak készhez. És az ilyen találkozók ezért nagyon-nagyon-nagyon fontosak, hogy tanuljanak egymástól is, természetesen a zsűri véleményét is meg kell hallgatni. Fontos még az is egy ilyen találkozón, hogy maguk a gyerekek megismerkednek egymással, a csoportvezetők megismerkednek egymással, és akkor azt a nagyon kevés fellépési lehetőséget még lehet bővíteni, hogy én meghívom mondjuk a szelesteieket Celldömölökre, akkor a celldömölökieket majd meghívja a Mihály Péterné Szelestére, tehát így is nagyon-nagyon sokat jelent, mert játszani viszont nagyon szeretnek a gyerekek, és rendkívül fontos is, hogy játszanak. A zsűri javaslata alapján a Solti Színház gyermekstúdiója és a Csepregi Színjátszók képviselik Vas megyét a május 8-án Vasváron megrendezendő Nyugat-Dunántúli regionális találkozón. Trendhagyó irodalom órára látogatott el Bükre a Kávészünet együttes április 15-én kedden. Ismert és kevésbé ismert költők megzenésített versei hangzottak el a bő egyórás koncerten. Volt verstanulás, közös éneklés, és a sok színpad társulat két tagja is lehetőséget kapott egy-egy vers elszavalására. Popovics György és Németh Ferenc neve nem ismeretlen a magyar közönség számára. Ők a Kávészünet együttes. Híres magyar költők verseit szólaltatják meg modern hangzásvilágra. Bükön is hallhattunk Arany János, Kányári Sándor, Radnóti Miklós és József Attila költeményeket. Kezdetben ez mindig úgy történt, hogy találomszerűen kiválasztottunk egy verset, vagy ajánlat alapján, mondjuk a tanárnő, aki segített minket kezdetben, de most már az, hogy így komolyabban foglalkozunk vele, így fontos az, hogy tematikusan válogassuk a verseket, fontos az, hogy a kötelező verseket minden egyes évfolyamból hallják a diákok így módon, így megzenésítve, hiszen így könnyebb és gyorsabb verset tanulni. És amit említettem a tematikus részére, hogy vannak szerelmes verseink, vannak gyerekverseink, vannak adventi verseink, vannak boros verseink, tehát próbáljuk ezeket is szélesíteni így repertoárban. Úgyhogy ez alapján válogatunk. Ettől függetlenül vannak olyan opciók is, amikor megtetszik egy vers, és megzenésítjük. Annon még hobbi szinten kezdtük el, hogy verseket zenésítsünk meg, amikor kollégista társak voltunk. Mind a ketten szerettük a zenét és a verseket, és akkor így összekapcsoltuk a két dolgot egy alkalommal, és utána ez már így rendszeres tevékenység lett. És azóta a hobbiból végülis hivatás lett, hiszen ugye ezzel foglalkozunk tényleg szinte a nap 24 órájában. És azon iparkodunk, hogy a fiatalok megszeressék a verseket, mert látjuk azt, hogy nem annyira vevőek manapság arra, hogy kinyissanak egy-egy verses kötetet, viszont így megzenésített formában nagyon szívesen hallgatják, ugyanis mi könnyű zenei stílusban kicsit
mai moderne felfogásban juttatjuk el hozzájuk a verseket, és ezért közelebb tudnak kerülni az irodalomhoz ők is. De jó lenne jónak lenni, csak a szépet észrevenni, nem félni és nem remenni, mindig-mindig csak szeretni. De jó lenne jónak lenni, a nagy Istent megkeresni, a lábához kuporolni, és az igény befogadni. Ők ketten alkotják a Kávészünet együttest, de koncerttől függően zenekaros formációban, vagy akár vonósokkal kiegészülve is láthatjuk őket. A többi rendhagyó irodalomórát tartó zenekartól attól különböznek, hogy az ő irodalomóráik trendhagyóak. Mondjuk a trendhagyó irodalomórát azt mi találtuk ki, tehát a menedzserünk egyébként ezt az elnevezést, mi tényleg a mostani fiatalságot szólítjuk meg zeneileg is, és tiszteljük nagyon egyébként a más, a többi vers megzenésítőt is, viszont soha nem szoktak minket összefüggésbe hozni velük, hiszen tényleg más szemszögből közelítjük meg. És adja a fenti, hogy még több ilyen vers megzenésítő legyen, hogy a diákoknak próbálják úgymond a kultúrát kicsit népszerűsíteni. És velük a diákok? Nagyon örülünk annak, hogy igen, és ezt most az alapján mondom, hogy milyen visszajelzéseket kapunk a diákoktól, mind Facebookon, mind YouTube-on, mind akár fellépések után, úgyhogy ennek nagyon örülünk, és nagyon jól esik ez nekünk, és a zenésznek mi, ha ez nem, tehát hogy ez nagyon pozitív, és örülünk annak, hogy van foganatja, és látjuk azt, hogy a diákok ismernek minket, és ismerik a verseket is. És emellett az is nagyon jó dolog, hogy mondjuk kapunk olyan üzeneteket, a koncertek után, hogy mondjuk pont ezt a verset meg kellett tanulni mondjuk egy hét múlva a suliban, és hogy milyen könnyen ment, mert háromszor meghallgatták a megzenésítést, és utána sikerült. És ez azért jó, mert ezek a visszajelzések nekünk nagyon fontosak, de mindenki számára azok, hiszen ez azt jelenti, hogy nincs minden veszve, tehát hogy a kultúrát, meg a verseket, az irodalmat azt ugyanúgy lehet népszerűsíteni ma is Magyarországon, és mi tényleg azon iparkodunk, hogy ez még egyre nagyobb folyamattá nője ki magát. Természetesen minden koncert más és más, mindig a közönséghez kell alkalmazkodni. Így volt ez Bükön is. Ma úgy készültünk, hogy nem kifejezetten trendhagyó irodalomórát hoztunk most ide, hanem inkább egy ilyen átfogóbb repertoárt tekintve átfogóbb műsort, hiszen ugye ez egy ilyen nyilvános rendezvény, és nem olyan, mint amikor mondjuk egy általános iskolában a diákoknak zenélünk. A korosztályokat azt figyelembe szoktuk venni mindenképpen, hogy kik vannak jelen elsősorban, hogyha mondjuk sok kisgyerek van, akkor van gyermekvers is, vagy több a gyermekvers. Ugyanakkor, hogyha mondjuk azt látjuk a közönsége, hogy az idősebb korosztályból valóak, akkor a súlyosabb hangvételű versek, meg esetleg mondjuk a borozgatós versek is ugye bekerülnek. Most egy elég átfogó repertoárt hoztunk, mind zenei műfaj tekintetében, mind pedig a verseket tekintve, úgyhogy ez mondjuk a legszínesebb előadás a mi opcióink közül. Már egy hete csak a mamára gondolok, mindig meg állva, mikor okosága ölében ment, a partlásra van serényen.